A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának székháza ad otthont minden évben a Délvidék Kutatóközpont tanácskozásának. Fejezetek a Délvidék múltjából címmel immár negyedik alkalommal szervezték meg a rangos nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát. A Kutatóközpont elsődleges célja az volt, hogy azokat az eddig akár egymástól függetlenül ténykedő kutatókat valamilyen szinten összefogja, összehangolja, akik a Délvidék történetéhez kapcsolódóan végeznek kutatásokat. Minden évben valamilyen más téma, tematika kerül terítékre a plenáris előadás formájában. A kezdeti időszakban ugye a Délvidék 1944-44 közti történetének eseményeire fókuszáltunk. A tavalyi évben a Délvidék 48-49-es történetét foglalkozó előadások töltötték meg a plenáris előadást. Az idei évben Magyarban is a történetet 19-20. Században levő a kutatások tükrében címet kapta a konferencia plenáris része. A konferenciát Kávai Szabolcs, Magyar Kanizsa önkormányzatának oktatással megbízott tanács tagja nyitotta meg, aki köszönetet mondott a Délvidék Kutatóközpontnak, hogy felvállalták a város legújabb kori történetének feltárásával járó munkát. Elmondta, a korábbi időszak történetéről már megjelent egy monográfia, amelynek most a második kötete is összeállt a DKK jóvoltából. Néhány évvel ezelőtt két jó barátom, magyar kanizsai származású történészek, akik itt Szegeden élnek, dolgoznak, felvetettek egy ötletet. Nevezetesen ők Fejő Sándor és Forró Lajos. Megkeresték a magyar kanizsa akkori polgármesterét, aki lett volna épp a mostani megnyitó szónoka, Nyilas Mihály urat, aki örömmel fogadta ezt az ötletet, hogy a második kötetet is jelentessék meg. Ez az első olyan konferenciánk, amikor a plenáris témája ként olyan előadásokat hallhatunk, amelyek már ennek az előbb mondott összehangolásnak egyében születtek. Tehát itt a kutatók, itt 9-10 emberről beszélünk, akinek sikerült összehangoltan egy kutatási projektben egy konkrét településre fókuszálni, az jelen esetben most Magyar Kanizsa települése volt, amelynek a polgármestere úgy döntött, hogy támogat egy ilyen kutatási projektet, és sikerült azt a 9-10 kutatót összehangolni, felosztani Magyar Kanizsa történetének a korszakait, és gyakorlatilag ezt a kutatást elvégezni velük. Én azt gondolom, hogy a Délvidék Kutatóközpont életében azért egy fontos pont ez, mert az eddig külön-külön ténykedő és a történeti témákat feldolgozó kutatókból sikerült egy olyan csapatot, egy tímet kovácsolni, hogy egy konkrét projekt megvalósulásán, ilyen ez a monográfia, együtt tudtak dolgozni, kutatni, és ma erről adnak számot a konferencián. A hagyományokhoz híven Forró Lajos, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke az idei konferencián is átadta a Délvidék kutatásáért emlékérmet. A kuratórium a díjat annak a kutatónak ítéli oda, aki a Délvidék történetének árnyalásához a legkiválóbb és legkitartóbb munkával járult hozzá. Ezúttal dr. Olasz Lajos történész, a Szegedi Tudományegyetem docense kapta meg a kitüntetést. Évek óta foglalkozom a Délvidék történetének kutatásával, ezt részben hat történeti megközelítésben teszem, a Délvidék visszacsatolása, illetve a II. Világháború alatt a Délvidéken zajló hadműveletek vizsgálatával, másrészt pedig diplomáciatörténeti megközelítésben a magyar-jugoszláv viszony, illetve a magyar és a jugoszlávon keresztül a nyugati szövetségesekkel való kapcsolatkeresés története kapcsán. A konferencia alkalmat ad arra, hogy a hasonló témában kutató történészek személyesen is megismerhessék egymást, kicserélhessék nézeteiket, összehangolják kutatásaikat. Mindig vannak új szereplők, PhD hallgatók, történelemszakos hallgatók, akik akár szakdolgozati témájukként választanak először olyan témát, ami a valamilyen módon a történelmi Délvidék vagy a délalföldi régió történetéhez kapcsolódnak. Tehát az egyik legfontosabb feladatunk, hogy folyamatosan megtaláljuk és bővítsük ezt a kört. A mai napon például az olasz
Lajos tanár úrnak, akinek az emlékérmet is a mai napon átadtuk. Éppen ezt igyekeztük díjazni, hogy ő is a kutatási tevékenységével elkezdett közeledni azok felé a témák felé, amelyeket mi fontosnak tartunk a délvidék története szempontjából. Tehát van együttműködés, ez egy jó példája, ez a mai monográfia, de ugyanakkor azt is tudom mondani, hogy még mindig vannak olyanok, akik nincsenek a látókörünkben, vagy nincsenek a délvidék kutatóközpont tagjai között, úgyhogy a célunk mindenképpen az, hogy ezt bővítsük, ezt az együttműködést. A konferencia előadásainak jelentős része egy készülő monográfiához kapcsolódott, amely magyar kanizsa történetét tárja fel. A délvidék kutatóközpont kapta azt a feladatot, hogy a magyar kanizsa monográfiának második kötetét elkészítse. A kutatás jelenlegi állapota az utolsó stádiumba érkezett, tehát készen vannak a munkák. Mint ilyenkor szokásos, egy konferencián összegzik a kutatók az eredményeiket, összehasonlítják az eredményeket, megvitatják az eredményeket, és ezek után már nem marad más hátra, csak a kötet kiadása, ami körülbelül egy hónapon belül várható. Magyar Kanizsa város történetét igazából egy monográfia dolgozta fel, és csak részben, mert a Dobos János által szerkesztett és írt, és a Szekeres László, illetve a Koroknai Ákossal együtt írt monográfia az ősidőktől egészen 1848-ig íródott. Innentől kezdve adva volt a helyzet, szituáció, hogy ez a hiánypótló munka megszülessen. Vártunk rá 20 évet, de azért körülbelül 20 évet, azért vártunk rá 20 évet, mert fel kellett menni egy olyan történész generációnak, meg egy szervező gárdának, aki hajlandóságot mutat arra, hogy ezt megszervezi, és megcsinálja, megírja, mert ez is egy írdatlan munka. Úgyhogy igazából ez volt a cél, hogy teljes legyen a város történetről szóló monográfia. A magyar kanizsa történetének 1848 és 1945 közötti fejezeteit feldolgozó hiánypótló monográfiát Fejős Sándor történész szerkeszti kötetbe, amely 9 részből áll majd. 7 szerző a történeti részt írta, ugye 1848-tól 67-ig Zakar professzor úr, 1867-től 1895-ig Marianus László professzor úr, 1895-től 1914-ig Jó magam írtam, 1914-től 1920-ig Molnár Tibor, aki az Entei levéltárnak a főlevéltárosa, 1920-tól 29-ig az impériumváltástól gyakorlatilag Klamár Balázs helytörténeti kutató és oktató írta azt a részt, és 29-től 41-ig pedig Kávai Szabolcs tanár, helytörténeti kutató írta, és az utolsó részt, ami a történeti része, az 41 és 45 között Forró Lajos, a szakma szerintem kiváló, hanem a legjobb kutatója írta meg, és ezen kívül, hogy színesebbé tegyük a monográfiát, 2 külön részt is tettünk bele, egy sajtótörténeti részt, illetve egy városnak az építészet történeti részét. Az egyiket Pető Bálint, illetve Döber András írta a sajtótörténeti részt, amely a dualizmuskori sajtóra szorítkozik, illetve az építészet történetet pedig Valkai Zoltán vállalta. Ezen kívül természetesen képek is vannak, forrásjegyzék, bibliográfia is névmutató a végén. Ez a felkérés, amit a monográfia megírására kaptunk, úgy gondoltuk, hogy akkor válik szakmailag is igazán komolyá, hogyha a kötet megjelenése előtt a kutatók gyakorlatilag ismertetik a nyilvánossággal és hát a többi kutatóval azokat az eredményeket, amelyeket kutatásuk közben elértek. Tehát ennek a mai konferenciának a jelentősége leginkább abban van, hogy még a könyv már ugyan nyomdai előkészítés alatt áll, és a nyomdai előkészítése zajlik, de még a megjelenése előtt van egy utolsó lehetőség arra, hogy itt Szegeden, a Szegedi Akadémiai Székházban, ugye a tudományosság, vagy a tudomány helyi fellegvárában lehetőséget adjunk arra, mind a kutatóknak, mind az őket meghallgató közönségnek, hogy még megvitassák a kutatásnak a részleteit, vagy a kutatásnak az eredményeit, és ezáltal ez erősíteni fogja a monográfiát is, hogy előkészület is gyakorlatilag erősítje vagy gazdagítja a monográfiának az eredményeit. A Délvidék Kutatóközpont koordinálásában megvalósuló eseménynek társszervezője volt a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont munkabizottsága, Magyar Kanizsa önkormányzata,
A Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának új és legújabb kori magyar történeti tanszéke, a Juhász Gyula pedagógus képzőkar, valamint a Gál Ferenc főiskola. A konferenciára megjelent a témával foglalkozó történészek számára publikációs lehetőséget biztosító Délvidéki Szemle című folyóirat legújabb száma is.